sziasztok! Üdv újra nálam! Ma este a Line 6 Metallurgy névre keresztelt szoftverét fogjuk megnézni, abból is a modern szekciót. Tényleg csak megnézzük, és két nap múlva megpróbálunk kitekerni majd belőle hangzásokat is, ma csak megnézzük, hogy hogy néz ki, mit található meg benne, meg mi is hogyan szól. Vágjunk is bele. No, és akkor megérkeztünk, itt vagyunk. Annyit azért érdemes tudni, hogy ez a szoftver egy három szekcióból álló szoftver. Ugye van a Doom, a Trash és a Modern szekció. Minden egyes szekcióban négy erősítőféle található meg. 8 láda szimulációval, 8 féle mikrofonnal, amiből egyszerre kettőt tudunk állítani, és még hozzá tudunk keverni egy room mikrofont is, ami nagyon jó dolog. De nem is szaporítom tovább, nézzünk, hallgassuk bele, hogy így defaultba hogyan is szól ez az erősítő. Még annyit, hogy HX technológiát használ, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a technológiát és erősítőket használja, amit a Helix is, ami azért elég jót vet itt előre. Na, halljuk! Sőt, kifejezetten jól. Amúgy is elfogult vagyok egy kicsit a Line 6-ekkel, hiszen látjátok itt mögöttem a fej is Line 6, és megvan a hozzátartozó HD Pro is. Kifejezetten szeretem mind a fejet, mind a HD Pro-t. De most lépjünk tovább, nézzük inkább a programunkat. Ugye kapunk egy erősítőt, nagyjából ugyanúgy néz ki, mint az összes többi. Hangolónk is van. Vagyok hangolva. Azt, hogy látjátok, elég jó poszta a hangoló. És akkor kapunk pre-effekteket, erősítőket, ládákat, valamint poszt-effekteket. Menjünk talán sorban, ám. A pre-effekteknél kompresszor, Overdrive Distortion, ha jól tudom, az az, de megnézzük, hogy ő az Overdrive és a Distortion. Igen, ez jobban elfolyatja, de most nem fogunk ezzel, mert akkor nagyon hamar elmegy a 10 perc, és nem tudjuk megnézni az erősítőket, ládákat, amiket mindenképp meg szeretnék azért nézni. Úgyhogy menjünk akkor tovább. Ugye kompresszor, még egyszer, és akkor menjünk az erősítő szekcióba. Négyféle erősítőnk van, ugye Archetype, Reed Generator, Vitriol és Bedonk. Nézzük meg mindegyiket külön, nem? Jó szó, mind a négy. Úgyhogy menjünk tovább.
És akkor elérkeztünk a Láda szimulációs részre. Ugye, amit mondtam, két mikrofont tudunk egyszerre használni. És mint látjátok, ennyiféle mikrofon, 10 féle mikrofont tudunk berakni. És akkor nézzük meg a ládát. Hoppá, állítottam rajta egy picit. Nézzük meg a ládákat. Hopp, meg is jelentek. Nyolcféle, ahogy mondtam. Nézzünk végig ezeken is. Most egyelőre ezt se fogjuk jobban megmutatni, úgyhogy menjünk. Ja, annyi még, hogy mint látjátok, tartozik hozzá egy EQ rész is, úgyhogy valószínűleg EQ-zni is lehet még, majd legközelebb. Menjünk, nézzük meg, mi van még a poszban. No, kórus, dili, reverb, minden, ami szemszájnak ingere. Nézzük meg ezek is, hogyan szólnak. Ez a
szól. Rátesszük a reverb-et is. Megnézzük pingpongon is. Rátesszük a reverb-ot. Játszadozni vele ezerféleképpen. Amit még meg akarok mutatni, mielőtt elbúcsúzok, az ez a Capo nevezető állító, ami számomra olyan, mint egy pitch shift. De nézzük, megmutatom. Ez az alap. És akkor most menjünk minuszba. Megyünk mínuszba, ha megtalálom. Ugye hallom. Nézzük meg magasba is. Shift egyébként. De nem húzom tovább, mert már bőven 10 perc felett vagyunk. Találkozunk 2 nap múlva, akkor majd egy kicsit jobban, mélyebben belemegyünk. Egyelőre ismerkedésnek ez azt gondolom, hogy jó. Nem tudom, mert nem néztem meg ennek sem az árát, de megígérem, hogy 2 nap múlva meg fogom tudni mondani. Viszont azt tudom, hogy 15 napos demo van ehhez is. Teljes funkcionalitással, majd nem ki tudtam mondani, de mindegy, mindenki töltse le azt, próbálja ki, mert érdemes, tehát elég komoly lehetőségek rejlenek benne, nekem tetszik, de mint mondtam, én Line 6 felé egy kicsit elfogult vagyok. Ha tetszett a videó, légy szíves, iratkozz fel, és akkor találkozunk 2 nap múlva, amikor egy kicsit jobban megtekerjük már majd a apotikat ezen az erősítőn.